Sziasztok, ez itt a MyFanatic, és folytatjuk a kis Terra Firma Craftos sorozatunkat. Itt van velem Kutya. Hey. És Kina. Ali. És ott hagytuk abba, hogy ugye stabilizáltuk az éjszakánkat, és ezáltal ugye már annyira nem esznek meg a mobok, illetve rájöttünk, hogy kell nagy mennyiségű fát tárolni, lehetőleg nem az inventoringba, hogy a további favágási hadműveleteink is sikeresek legyenek. Úgyhogy hú, de hangos a játék. Aha. Igen, hát ez egy kicsit sok lesz. Szóval... mivel folytatjuk most éppen? Mi a projekt? Én éppen ilyen... mi vizes tart, víztartókat készítek. Értem, Kutya. Én ércet keresek. Te ércet keresel, jó. Oké, akkor én vágok fát, és akkor én meg addig dolgozok ezen a... mi ez? Faszén? Faszén projekten. Jaj, je. Valakinek azt is kell csinálnia. Igen. Úgyhogy nem olyan egyszerű az élet ebben a Terra firmában, azt mindenképpen elmondhatjuk, én úgy gondolom. Igen. Úgyhogy jó hosszú sorozatra számítsatok ebből. Viszont szépen ki fogjuk alakítani a környezetünket, én érzem, hogy erre szükség lesz. Ez az király vagyok fejben, megcsináltam annak a micsodának, az ivókás cuccnak a receptjét. Yeah. Én nagyon örülök neki személy szerint. Mi is örülünk neki. De csak azért, mert te örülsz. De azért meg ne örüljünk. Meg ne örüljünk? Meg ne. Olyan szorgalmasan szedem itt a botocskákat és egyéb anyagokat, de komolyan mondom. Helyes. Te! Én itt leraktam egy földet és így arrébb csúszott. Igen. Mivel a fizika itt jó, működik, nem tetszik. Úgy, mint a Minecraft-ba. Mármint, hogy érted, hogy nem úgy működik a fizika? Hát leraksz úgy, egy blokkot és elcsúszik, mert hogy omlik. Így van. Ja, hogy lefelé esik. Igen. Nem csak lefelé, hát oldalra is csúszik. Igen. Hát most kiöntesz egy földkopaszot, az nem marad egy kockával megeltet, hanem szétcsúszik. Jó, hát itt mondjuk kocka marad, csak ugye leesik egyen lejjebb, hogyha tud hova esni. Igen. Tehát mondjuk földből nem tudsz házat építeni, mert a fejedre omlana, hogyha megmaradna, de nem marad, meg sem marad. Ugyanúgy, mint a bánya, hogyha csak úgy össze-vissza furkálod a követ, akkor az a fejedre omlik. De Kutya, azt nem mondhatnád, hogy hogyan kell majd bányászni, hogy ne omoljon minden a fejemre, mert van egy tippem. Ó, az egy külön rész lesz, én úgy érzem. Ah, igen. Ahhoz ó, majd lesz itt még sikítás. Ahhoz majd fűrész kell, és gerendákat kell, vízszintes és függőleges gerendákat kell vágni. Nem mondod? De. Nem tudom. És alá kell na támasztani a bánya falát, hogy ne omoljon a fejedre. Ez az a baj, hogy ő nem viccel, Kina. Aha. Yeah. Nagyon jó. Szerintem nagyon jó. Aha. Ha nem te bányászol. Megyek én bányászni, azon múlik. Nem. Mindenki fog bányászni, mert meg ki kell próbálni. Ennyi. Igen. Először is el kell jutnunk odáig, hogy legyen egy Prospector's Hammerünk és egy sima pikaxunk. Egy akármilyen, nincs egy sárkányunk ez az. Igen. Én nagyon szorgalmasan gyűjtögetek egyébként itt a környékünkön, úgyhogy egy idő után már csak ilyen baromi vastag fák lesznek. Ja. Én meg itt a tárolókat csinálom, madaregedényeket készítek. Maradjunk annyiba, hogy én eltévedtem, de kegyetlenül. Mi van veled? Úgyis visszatalál. Hát... vagy sem. Erre nem fogadnék, hogy visszatalál. Jó, én se, de azért mondani kellett valami biztatót. Na ez micsoda? Kasziterit.
Ez a kutya innentől kezdve csak hangban van, ő új kolóniát alakít. Hát remélem működik a per TP, mert ebből szerintem az lesz. Itt nagyon eltévedtem már. Viszont találtam tetrahedritet. No. Csak keveset. Ezt külön le kell verni a lombóját a fának, és utána kivágni, tehát ez azért... Jó, lesz majd hozzá kasza, és akkor az a pikpakra lehet csapkodni, és sokkal több stick esik. Csak hát, ja. A kaszáig el kell jutni. A kasza az azt hiszem nem kőből készül. Hát nem. Vagy mi? Ó, találtam. 16 darab ilyen valamit. 16 darab ilyen hát valami? Hát ilyen bismutin, vagy mi a neve, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni. Viszont eltévedtem. Szekegyetlenül. Jó van, kutya. Szia. Elbúcsózok. Másmilyen zenéje van? Itt van, igen. Itt vannak madarak. De jó. Ez milyen madár? Aha. Kutya, annyira jó, hogy eltévedtél és ott császkálsz. Meg hogy jaj, milyen szép a világ, madarak, tralala. Most kezdett el zenélni a fülembe, eddig nem volt nyugalom itt a környékünkön, azért nem... Lehet. Nem tudom, hogy az befolyásolja, de... OP vagyok egyébként? Hát szerintem igen. Hát akkor... Jó, most még megpróbálok visszatalálni. De, hogyha beestem eddig, akkor szerintem megpróbálkozok egy TP-vel. Megeszik a zombik kutyát. De szerintem az is lehet, hogy megegyenek, hogyha annyira. De hogyha már találtál valami értékeset, kár érted. Ja, csak akkor kár értem, oké. Okay. Én is szeretném. A szemére lesz valahol. Vagy nem. Hát, vagy nem. Vagy nem. Úgy látom, hogy vagy nem. Akkor vagy nem. Na, azt mondja, hogy én most itt átmegyek a túlpartra. Hogy hazataláltam? Azért érzed? Pikpak. Hát kutya vagy. Jó, hát meg azért olyan nagyon messzire nem mehettél el ennyi idő alatt. Dehogy nem. Dehogy is. Ó, kutya hazaért. Szia, Gina. Kutya is home. Eszek. Iszok. A többi az 18 pluszos. Fúj. Arról volt, hogy erről nem beszélsz. De tényleg nyomja a zenét a fülembe, most ez tök poén. Hát örülj neki. Vagy ne. Ja. Ez mit? Ez nem agyag. Hát hogyha kő, akkor az ott marad. De ez agyag. Hát a kő, akkor az ott marad. Hál' Istennek azért gondoltak rá, hogy hogy agyagot egy kicsit megsűrítik, mivel nagyon nagy szükség van rá. Ugye? De az agyag meg a föld, látom, nem omlik be. A föld az igen, az agyag beomlik, az... úgyhogy vigyázzál magadra. De mikor omlik be? Hát ez az, látod? Mert mindjárt a fejedre esik, és akkor. Ja, értem. Mert... tehát nem mindig. Nem mindig ugyanúgy reagál. Á, meg bizonyos mennyiségnek kell fölötte lenni. Mi? Igen. Gondolom én. Aha, meg amikor kedve van. Igen, okay. Az olyan. És jöttem az ivós kancsókat kifele. Én elmondom neked, Gina, hogy úgy fog működni a bányászat, hogy ilyen belútrizod. Az... nem lesz jó. Ha
halom. Én tüntettem el a felhalmozott fa mennyiséget. Mert? Mert kell a sütéshez, éppen agyagos edényt is sütök. Hát jó, de hát azért van a fa, nem? Aha. Tehát így azért vágtuk a fát, vagy vágtam, vagy mi az, hogy legyen. Hú, mennyi edék van már itt. Igen, van amelyik üres, itt van kaja, ebben a sarokban. Jó, még gondolom. Jó. Én ezt a szemben lévő félszigetet világítom itt ki. Oké. Okay. Csapassad. Pont azért, hogy gondoltam, hogy talán... Ha már van ennyi jó kis fákjánk. Olyan vagyok, mint a Draven. Örülni tudok annak az egy receptnek is, amit tudok. Nézzétek, amúgy víz is lesz itt. Abból is halmoztam fel. Az király. Az egyébként jó, ha van egy csomó kajánk, meg vízünk, tehát az praktis. Ja. Csak rendet kéne itt még rakni. Akartam én ezt letenni. Jó, hát ebbe az edénybe semmit nem lehet beletenni. Na, hol van a víz? Ott a sarokban. Mögötted. Joklik, pontosan rá shift joklik. Rakd vissza! Kösz. Pala ez! Pala jött, pala ment. Jó van, pala. Jó van. Tudok én teldát craftolni. Hülye vagy, nekem craftolt el egy csomó kés. Jó. Sőt, én tudod, mit tudok craftolni? Baltát. Azt én is tudok craftolni, képzeld! El se tudom képzelni. Tényleg nagyon sok kajánk van amúgy. De borzalmasan sok. De az nem baj egyébként, tehát... Nem. Szerintem nem olyan nagy baj, ha van elég kajánk. Hát nem. Komén... Na te nagy fa, te most meghalsz. Most komolyan az lesz, hogy én fogok itthon járkálni, edényeket készíteni, vizet gyűjteni, meg kaját. Elég van annyi edény szerintem. Igen, tudom, ezek vizes edények, nem tartó edények, azokban van elég bőven. Tudod, pala jön, pala megy, és ennyi, eltűnt a víz. Jaj. Jó, de én most kivágtam egy egész nagy fát, jó? Jó. Rengeteg fa van nálam. Vágok még fát. Jó, mert én megfogyasztom éppen. Jó, de hát mondtad, hogy, hogy fogy a fa, úgyhogy elkezdtem dolgozni rajta. Oké. Okay. Helyes. Ebből nem csinálunk ügyet. Nem áll, és itt van egy zombi rajtam. Örülj neki, hogy így kedvelnek téged. Ja, hogy ennek inkább örüljek. Nem úgy. Uri. Itt van egy zombi rajta. És ez falusi zombi. Uh-huh. Vagy slow volt, mert megsérültja. Jó lenne, ha segítenék amúgy. Üssétek be oda a gödörbe. A csaját, hát, oda is. Mire oda ütjük, addig... Elhalálozott szegény. Mit sütsz kutya amúgy? Formát.
az Isten? Zombinak hívják, nem semmilyen, semmilyen általad említett isteni lét nincs ebbe. Itt nagyon megeredtek a zombi gyerekek. Pedig meg ki vagyunk fák, pedig elég jól kifákjáztunk. Igen, csak egyet megütsz, akkor a nem tudom hány blokkon lévő össze zombinél. Na jó, de ez a nem tudom hány blokk, ez nagyon sok blokk lehet. Igen, elég sok. Gyere, csaljuk ide, üssük be őket a gödörbe. Jó, ott ki tud jönni. Na mindegy. Reméljük valannyira hülye, hogy nem jön ki. Gina, üss ki! Hogy, hogy. Jó van, zombik megnevelve. Na mindegy, majd ha kisüt a nap, akkor megdöglik. Én egy Ginának itt a faanyag projektjén dolgozom. Király. Hát üres edényt ne süssetek ki, semmiképpen sem, abból van elég. Ja. Raktárban van egy csomó kaja és víz. Jó, a fatározó is föltöltve. Oké. Elég lesz, Gina. Reméljük. Hát amúgy attól függ, hogy raktad, mert hogyha mind a négy fajta fából egyet-egyet beleraktál mindegyikbe, akkor az kevés. De jó van, persze egy jó lesz. Ezt a recept mennyiséget sem magatoktól találjátok ki, ami ebből a játékban van. Sose fog elfogyni ez a fa. Hát... a kaja sem. Már, mint... úgy értem, amit én most éppen kívánok. Valami nagy fát vágsz? Baromi nagy fát vág. Oké, okay, egészségedre. Amúgy azt nézem... ja. Mi van ezzel a fával, te? Belagoltam? Igen, lagoltam. Szerintem nagyon. Uh-huh. Igen, meg time out. Jó van. Akkor rövidesen visszatérünk. Na, akkor visszatértünk így a kis server crashünk után. Ajjé. Szeressük az ilyet, ugye? Aha. Dialogból megszoktuk. Az is igaz. Rengeteg faanyagot szedtem megint. Kivágtam ilyen mega hatalmas fát. Egészséged. Tényleg mega hatalmas volt. Jó, na elhisszük, vagy nem, de... jó. De mi van ezzel a kislánnyal, kutya? Na jó, kaja és... milyen tartalékai és víztartalékaink vannak. Bőven. Meg lehet nézni, edénytartalék is van. És ez az üvöltés, ez mi? Nem tudom, ez volt a kukorékolás, nem? Igen. Valamelyik nézd meg, mennyi víz van. És akkor mi az a projekt, amin lehet dolgozni? A cölöpkerítés projekt. Mhm.
Ebbe van kerítés? Ebbe a... Van. És nehéz elkészíteni? Ezt látod, nem tudom. Fúha. Erre van, nem emlékszem. Vagy lehet, hogy kavicsokat kéne gyűjtögetni? Hát ha már gyűjtögetni akarsz, akkor inkább fém darabokat, nem? Igen, úgy értem. Meg birkát, birkát szört gyűjteni még. De ha leölöm, tele lesz az inventorim. Húsa. Megint. Igen, de ha viszont csinálunk ágyat, akkor átaludhatjuk az éjszakát. Jaj. Nekem egy ilyen large rawhide-om van. Nekem medium. Disznóbőr. Disznóbűr. De ahhoz is nem kopper kés kell. Hogy a bárányszört levedd a izéről. A bőréről. Azt nem tudom. Nem kopper kell szerintem. Jó. Úgyis kutyának kell tudni. Nem meg. És kutya tudja? Ja. Nem. Wow, ez itt mi lesz, Pala? Faszenet próbálok gyártani. Ja. Értem. Én még nem, de majd rájövök. Ne viszek magammal egy kis vizet, kaját, oké, elindultam. Jajjaj. Aha. Hogy volt a lapátnak a receptje? Két szélét lecsapod. És az alján csak egy darab marad. És középen egy darab marad, igen. Kút, dankeschön. Ezzel lapáttal szedni a földet mégiscsak jobb. Igen. Ja. Ja. Jaj-jaj. Jaj-jaj. Oké, Paula. Megértettük. Vagy nem. A dörtből is több fajta van? Nem tudom. Azt nem tudom. Ó, találtam érc. Kövecskét. Copper nuggetet. És itt van több is. Konkrétan 3 darabot. Na, kutya, nézd csak. Igen. Itt mögötted vagyok, itt készül a faszén. Király, meggyújtottad? Hát a középen meg kellett a tűzet gyújtani. Alatta. Hát nem alatta, hanem középen. Tehát fa köré kell rakni, nem? Tehát körbe raksz egy tábortüzet tulajdonképpen fával. Igen. Találtam. De alatta lyuknak kell. Ezt hogy nem tudom, hogy kell elejteni. Hogy milyen lyuknak? Hát így a lyuknak. De mi alatt? Hát ha van egy lyuk, abban van a tűz, és köré rakod a izét, és a tetére is teszel izét. Hogy már nem úgy van. Jó, lehet, ja, hogy lehet, hogy már nem úgy van. Egyen mélyebbre kell rakni a tűzet, azt mondod? Nézd csak. Majd kiderül. Hogyha ég, akkor jó. Hát most ég. Hú, itt van őz meg szarvas. Ja, nem tudom el. Szarvas. Azt én nem tudom eldönteni, hogy most... Tetejére is fa kell. Ennek a tetejére? Igen, tehát annak ott a izének a lyukba kéne lennie. Azt hiszem, valahogy így volt. Most már meg nem mondom, csak most azon agyalok, hogy hogy van a... Kassziteritet is találtam. Az jöhet. Szerintem a tetejére nem kell fa. Kutya. De meg kell gyulladnia és be kell takarni. Ezt így? Igen, de
meg fogsz égni. Igen, így. És most füstölök, látod? Azaz, jó, király. Értem. Most jó. Kutyakasziteritből mennyi kell? Amennyit csak tudsz. Jó, de úgy mennyi? Tehát, hogy mikortól örüljek? 16 darab egy kalapá... na, mindegy, valami szerszám. 9 van nálam. Tehát nem elég. Tetra Hedrit, az is, az jobb lenne. Csak most... Nálam copper van. És megakadtam itt azzal kapcsolatban. Copper? Nugget, tehát ez a az még követ. Jobb, az kéne, copper. 3 darab only. Aha, tehát akkor most viszont akkor jó, akkor most készül a faszén. Igen. Izé, találtam gyümölcsbokrot. Az meg jó. Ültethető növényt is. Az is jó. Mi ez itt? Tényleg őskorszakban vagyunk, ilyen tiszta cserépedények a földön, minden. Ahol a víz van, ott van a kaja, a többi üres. Most megint úgy lett a fém, izé... Régen volt, hogy mi? Nem, hát ezt nem tudom berakni ide. Gyuna, mennyi fát tartalékoljak itt be neked? Szerintem annyi elég lesz, amennyit betartalékoltál. Ez hát, fácán! Aha. Ezt öljen meg, vagy ne öljen meg? Nem tudom. Meg még egy fácán, aminek csirke hangja van. Húha. Ez tök poén ez a farakás. Ja, tök jól néz ki. Jó, de poén is. Csináld meg úgy, hogy ne legyenek olyan hosszúak egy-egy ilyen hosszított rönk, hanem kisebbek, de ilyen halomba legyen, és akkor az úgy jól néz ki. Lehet halomba rakni? Szerintem lehet, de bár... Lehet. Lehet halomba rakni. Oké. Okay. Találtam egy ilyen bismuthin nitte. Az is jó. De csak egy darab. Oké, nem indulok visszafelé, bár ott az nem bárány. Oké, bárányt nem találtam, de más dolgokat igen. Ó, oh, yeah. És mivel szedem föl a farönköt? Az éget faszedet? Farönk. Már hogy megy ezt? Igen. Hát jó, klikk és kiveszed belőle a vizet. Aha. Na itt van 3 ilyen gyümölcsbokor. Ilyen picik. Én gondolom, hogy megnőnek. Igen. Hoztam 3 ilyen magot, valaminek a magot. Kutya, ezeket az érceket odadobom neked, jó? Jó. Már. Azt te értesz? Nem értek még sajnos. Ujjaj. Nem baj. Valahogy máshogy működik, mint a... Mint eddig működött volna. Megpróbálok készíteni kapát. Meg kell nézem a wikibe, sajnos. Olyan ez a favágás itt, mint a... ezében, a... Towncraftos csodafejecében. Van kapánk! Ültetünk? Vagy az is valami nagyon bonyolult dolog. De várjál, itt ennek a kapának vannak ilyen módjai. Igen, milyen módok vannak? Olvasd el, értelmedd, és... Oké. Okay. Rep... Mondjad? Nem olvasom, bocs, nem akartam felolvasni. De nyugodtan felolvashatod ám. Hát van ez a preparation. Preparation. Igen. Mood. Ez a standard use, tehát az átlagos használata. Tilling soil into farm plots can be used with stone and metal hoes alike.
Na jó. Tehát akkor mire való? Mm-mm. Szerintem ez az átlagos használata ezt szántja fel a földet, de mindjárt kipróbálom. Igen. És ide tudok is ültetni, nagyon jó. Nem engedem mindenhova rakni fa ezért. Mit? Tehát ugye a kupacba szeretném rakni a fát, de nem tudom mindenhova rakni. Mindegy. Majd. Mi? Megint jön. Megint leszáll az éj. Jajajaj. Ez itt mi? Gina ültette a bokrot, nem? Igen. Ja. Hadd nőjön valami gyümölcsbokor, vagy mi? Oké. Okay. Van egy kis faanyagunk. Juhi! Jajajaj. Én valamit nézek. Hogy? Na, mi ott tudok csinálni még? Nagyon jó. Én is szeretem a Wikit. Megkotlott? Nem, arról a magról, amit találtam, nem ír semmit. Milyen magot találtál? Jute. Úgy írjuk le. És elültettem mi? Egyet ott. De milyen mag? Úgy írjuk le, hogy jute. De a kapa van a kezedbe. Igen. Akkor... Hú, valamelyik alt. Azt hiszem altal. Vagy valamivel nem tudod változtatni. Megnézem a kontrollba. Hát ha ott van. Hát azt tudom, hogy lehet, hogy ez. Igen, M betű. Van egy ilyen. Mutatja, mód. Hogy milyen jó az ellátottság, a víz, meg mit tudom én. Ilyenek. És nem merek rá bal klikkelni, mert gondolom kijutnám. Hát, szerintem biztos. Lehetséges. Jó. Azt nézem egyébként, hogy lehet, hogy a videó... Ja nem. A videó settingsben már minden be van állítva. Szomorú. Lehetne egy fokkal világosabb azért. Ja, jó van. Ezzel a kapával tudsz aratni, öntözni talán, és földet kapálni. Tehát... Tehát öntözni kell. Nem öntözni, hanem valami furiál van, de azt mindjárt elolvasom, mit tud. Mit nem adnék azért, hogyha fény lenne, komolyan? Ha látnék, tudod. Jaj. Ja, ez megmutatja, hogy vízzel el van-e látva rendesen. És, tehát a vízcsepp megmutatja, hogy vízzel el van-e látva rendesen. A másik az megmutatja, hogy mögötted zombi palap, hogy aratható-e. Mit keres itt a zombi? Nem tudom, a túlsó partra lúszott át. De azt ne kérded, mi? Hogy oda, hogy jutott. Kis zombi is van. Jajjaj, megyek segíteni. Most le van slow-olva, volt. Gina, ha elém állsz. Rögd be a dögöt. Igen, hát azt csináltam, csak a Gina elém állt. Ja, van az úgy. Hogy én éppen ott tartottam, ütöm le a lombokat. Ezek meg itt hörögnek a fülünkbe.
Ó, arra felé meg kéne izét, majd fáklyákat raknunk. Hogy rohagy meg. Honnan szereztél te ilyen követ, kutya? Összerakod a köveket az inventoryban, nem tudsz vele építeni, mert leomlik. Ja, de jól néz ki. Úgy hívják, hogy cobblestone, de nem? Fehérebb, mint a másik cobblestone. Igen, mert itt nagyon sokféle kő van. Igen? És ebből lesz a granite cobblestone. Amit a lerakunk, nem tudunk felszedni, ugye? Ez tök jó. Ebből kell az utat építeni. Oké, akkor haladtunk egy kicsit a faszén égetéssel, és haladtunk egy kicsit a Lenini úton. Kicsit gyűjtöttünk fát is. Úgyhogy szerintem innen fogjuk folytatni legközelebb. Addig is sziasztok! Sziasztok!